Nagyon egészségesnek tartjuk. Akkor lesz ízorgia, hogyha aztán telenyomják mindennel. 8-10 féle hozzáadott adalékanyagot tartalmaz. Egészséget feláldozzuk az íz oltárán. Az vagy, amit megeszel. Kirkemel, sonkas. Épp sápadtak, ebben viszonylag kevés a mioglobin, tehát a fehér izom szövő, honnan szábra mennek az üzemben a csirkemellek, bele injektíoznak. Jól megijesztettük mindenkit, de... Nem, nem is biztos, hogy most kóstolni fogunk. Sandwich csemegét írt. Elnevezések rafináltak. Fajta sós nedvesség ez. Kinézetre sokkal szebb, mint az elődök. Jobb. Jó a textúrája. A herc csirke sonkája. Nem vagyok elájulva. Gumis. Rágós. Mi van benne? Nézzük meg gyorsan. És ez bujka sonka. A csirke jobban tetszett. Bujka melles. És van haraphatósága. Pikók, ami miért egy... Fehér izomszövet. Csirke melles. Húsos. Peszkó, csirke melles. Még nem szeretjük benne az ilyen kis véres foltokat. Vasszeros. Hű, és van egy ilyen jellegzetes mellék íze. Ja. Jó. Asztergút, sága, pulyka. Ez amivel fut. Mennyit nyomtak ebbe bele? Ugyanannyi szarral tele van nyomva, mint bármelyik más. Ettől ízletes testvéreim, mert ízeket választunk a boltban. Akkor az egészséget feláldozzuk az íz oltárán. Tényleg jó. Azért lett nálunk az első, mert ez olyan... Érzem benne olyasmi, terméket. Olyasmi, ugye? A húst érzem benne. A húst érezzük. Tehát, hajrá, nálunk ez lett az első. Egy szórak és száz a vége, így van. Pikok Lidl-ben megvásárolható termék, ő lett az első. Második helyen a Dulánó csirke felvágottja. Kettőt szerintem edd meg ezt reggeli mielőtt. De ez egyébként ez a Pikok, ez nagyon kellemes meglepetés volt. Jobb közben veszi ám.